Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön egy videó a pisztolyokról, ugyancsak megkértetek rá, hogy csináljak egy videót, melyek a kedvenc pisztolyaim, és melyek azok a bizonyos jó pisztolyok. Nos, nem tudom, hogy valamikor régebben csináltam én már ilyesmiről videót, de a pisztolyokról nekem van egy meglátásom, és az alapján válogatom ki őket, illetve hát nem, meg nem is válogatom ki őket. Na, bonyolult megfogalmazni, de szeretném elmagyarázni azt, hogy én egy játékban, mindegy, hogy COD, avagy Battlefield, hogyan állok hozzá ehhez a pisztoly dologhoz, és hogyan válogatom ki azokat a bizonyos pisztolyokat. Mint a pisztoly neve is mondja, egy másodlagos fegyvert, egy másodlagos fegyver, és én nagyon szeretek így állni hozzá. Nagyon-nagyon ritkán használom, hogy úgy mondjam. Csak szigorú, szoros helyzetekben használom befejező fegyvernek egy golyóig, maximum két golyóig, amíg kiszedem azt az ellenfelet. Hogyha nagyon szoros a helyzet, akkor előszedem, nem töltök újra, lövök. De az esetek 85%-ában mindig megtalálom az időt arra, hogy újra töltsek. Ez én vagyok. Szóval én a másodlagos KP-kkal nem szoktam elmenni, csak úgy harcolni, stb. Ám viszont én is törekszem arra, hogyha arra kerül a sor, hogy kifogyok a elsődleges fegyveremből, a másodlagos fegyveremből és a pisztoly, az egy olyan pisztoly legyen, amivel meg lehet felelni egy komolyabb csata közepette is, és amint itt láthatjátok, a Desert Eagle már is elő van kapva. De nem azért, mert hogy ez gyűde erős és legjobb fegyver és stb., hanem azért, mert én úgy szoktam válogatni, biztos jól nagyon húzom az időt, és csiribú, csiribá, de úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy legalábbis én ezt így tapasztaltam a játékok során, én minden fegyvert így válogatok meg. Számomra nagyon fontos, hogy egy fegyvernek kényelmes legyen a reflexirányzéka, vagyis a célzója, amikor benézem az ellenfelet, az a bizonyos célzó tökéletes legyen. Tehát ne foglaljon el sok helyet arról a bizonyos képernyőről, egy kényelmes, vizuálisan kényelmes legyen a célzója. Tehát amikor célzek, reflexzerezik legyen, egy vizuálisan kényelmes. És mit nem ad az Isten? A Desert Eagle-t pontosan úgy csinálták meg, hogy egy nagyon jó, kényelmes, vizuálisan kényelmes a reflexzerezik, és nagyon jól lehet vele lőni. Attól függetlenül meg kell találni természetesen vele a tempót, mert így lősz vaktában, mint a hülye, olyan szinten mellé lősz, mint a szar. Ezért a Desert Eagle a tökéletes befejező fegyver. Lősz, 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 kifogysz, Desert Eagle elő, az első golyó talál. Mindig talál, legalábbis nálam. Mert olyanok vagyunk mi, gamerek, akik egérrel játszunk, hogy az első, legelső célzásunk az esetek 90%-ában elsőre talál. Utána igazítunk jobbra-balra, meg rángatunk, mint az őrültek, de talál. Nos, viszont természetesen eddig tapasztalatok alapján van nekem is kedvenc kispisztoly, nem csak a Desert Eagle, most már szinte mindegyikre azt használom, mert egyszerűen kényelmes, nagyon szeretem a hangját, jól néz ki, és nagyon jó ez a célzókája neki, nagyon-nagyon pöpez, de viszont vannak más fegyverek is, amelyek nagyon-nagyon jól jönnek. Na most akkor hagyjuk, akkor csináljuk így. Redeploy, oké. Okay. Desert Eagle-nél az első, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon pöpesz fegyver az a P226. Tökéletes KP, magas sebzés, precíz, mint az őrület. Előkapott, bam 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 bam. Kész. Ezt a laser sight-os, red dot sight-os opciót, ezt igazából én is videókban láttam, hogy valaki így használta. Mondom, kipróbálom, de ezek nélkül is ez a fegyver egy igazi beast. Ezekkel együtt is nagyon-nagyon hatékony. Nozumba is nagyon-nagyon hatékony. Szóval ez a P226 szerintem nagyon sokat láttátok, hogy használják emberek. Azért használják okkal, mert az az egyik legjobb KP, hogy úgy mondjam. Ja, persze nem itt. Következő jó KP
Az pedig a másik. Én igazából csak azért próbáltam ki, mert hogy én nagyon elégedett vagyok a KP-kkal, nem megyek bele nagyon mélyen abba, hogy kipróbáljam őket, de a következő KP-t csak nosztalgia kedvéből próbáltam ki, aztán kiderült számomra, hogy egy nagyon jó KP, az a 93R, vagyis aki kodozik, az MV2-ből az úgy ismerhette, hogy Rafika, a kis félautomata Beast Weapon üt, mint az állat, kevesen sebez, de olyan gyorsan tüzel, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan le lehet szedni vele az ellenfeleket, de csak egy ilyen közelebbi távból, szóval nagyon hosszú távra például, mint a Desert Eagle, nem nagyon tudtok vele mit csinálni. Szóval, hogyha egy ilyen távolságban vagytok az ellenféltől, esélye nincs, és tökéletesen megfelel szorult helyzetekben is, ahol néha mondjuk a Desert Eagle-lel csődöt vallasz, mert nagyon közelre a Desert Eagle-rel néha nem lehet célozni, vagy de ezzel a fegyver például be lehet rontani kisebb helyekre, és gyakorlatilag leaprítja az ellenfelet. Na most, jöjjön akkor a következő nagyon jó kis fegyverecske, az pedig, ja, mit csinálok itt? Hát szóljatok! Minden játékban kipróbálom a Magnumot, ahol egyszer benne van, vagy annak a kistársát, a Rexet, ha az benne van, és SV40-tön bármelyik Magnum kinézetű szerű fegyvert kipróbálom. Miért próbálom ki? Mert ugyancsak nagyon kényelmes a reflexjelzőket, tehát a célzókájuk nagyon kényelmes, és jól lehet velőni, és most, hogy javítottak a Magnumon is, nincs már trigger delay, tehát nem késik a lövés, a Magnum egy hihetetlenül jó és precíz fegyverré vált. Bakker, na mindegy. A másik pedig, a Magnum egyik másik nagyobb haszna, gondolom láttátok, na mindegy, megmutatom. Tehát így néz ki a Magnumnak a célzókája, szinte mint a Desert Eagle-é, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lett. A másik pedig, ami nagyon jó dolog a Magnum esetében például, hogyha ráraktok egy szkópot, mivel hogy a Magnum nagyon erős fegyver. És például, hogyha gépfegyverrel vagy, és nézd már meg, ott bujkál egy rohadt csipás, és hát folyamatosan mellé lövök, hát nem bírom eltalálni, mert olyan távol van, akkor nagyon jól jön a Magnum, és voilà, headshot bitch, és ezért nagyon jó a Magnum, mert instant csipa, a golyó ejtése nagyon minimális, tehát nem kell vele kilóni, és tökéletesen úgy használom, mint egy csipát. Nem, mellé lősz a gépfegyverre, elő a scope magnumot, bim, kész. Tehát ez egy hatalmas trükk és előny, mert a magnum golyóejtése pöcsnyi, és nyugodtan le fogod tudni szedni azt a bizonyos bujkáló csipást, aki folyamatosan, állandóan ki akar téged szedni. És amit láthatjátok, valóban nagyon-nagyon kicsi a golyóejtése annak a Magnumnak, és hát voilà. Eltaláltam én vajon azt? Nem tudom, mindjárt kiderül. Szóval erre érdemes gondolni a Magnum szempontjából. Eltaláltam, persze, hogy eltaláltam. Nos, redeploy, jöjjön ugye az SV40, nagyon beast, nagyon beast, nagyon beast. Mindig is az volt, csak, hát nem tudom, játszogattam a fegyverekkel, és a Desert Eagle volt az, ami egyszerűen engem nagyon megfogott, de az SV40 hihetetlen kényelmes, még kevesebbet is takar ki a képernyőből, mint a Magnum, és lehet vele zúzni, mint az állat, mert a visszarugása is éppen, hogy csak vertikális, és nem magas. Nem például olyan, mint a Desert Eagle, hogy a teljes fegyvert rántja vissza, nagyon jól visszafogja az SV40-et, és erős fegyver, tehát 2-3 lövés gyakorlatilag távolságtól függően szétszedi az ellenfeleket, tehát egyelőre itt tartunk fegyverek szempontjából, nagyon sok pisztolyt raktak bele, fölöslegesen sok pisztolyt raktak bele, és úgy gondolom, hogy akkor igazán érdemes végigvenni az összes pisztolyt, hogyha már kijátszottad az összes fegyvert, már nem tudsz mit kimaxolni, akkor érdemes eljátszogatni a fegyverekkel, és
gyakorlatilag végigmenni rajtuk, kimaxolni, stb. Unica Six megint csak egy kényelmes fegyver, megcsinálták a féle engesztelésül, mert hogy a Magnumnak volt még trigger delay-e szerintem, tehát az ott az ára. Ugyanaz, csak ennek az a nagy hátrány, ugye, hogy nagyon felüti a teljes fegyvert bele ránk, ez megtéveszthet a célzásnál. De viszont ennek is kényelmes a reflex irányzék. Az belenézel, buff, headshot, nincs gond. Ez is egy nagyon jó fegyver, és tudom, hogy ezek mind erős fegyverek, és ez egy jó dolog, mert erős fegyverek, de kényelmes velük célozni. Tehát egy másodlagos fegyvert úgy keresünk meg, hogy kényelmes legyen vele célozni, de ahhoz persze végig kell menni rajtuk, hogy megtudjuk azt, hogy nekünk melyik az az opcionális fegyver. Én mondom, arra szoktam válogatni, hogy mennyire kényelmesen lehet vele célozni, semmilyen scope nélkül, és mennyire jó a hangja, kellemesen néz ki. Tehát ilyen apró dolgok, amelyekért szívesen játszanék egy fegyverre. Na most, egy másik nagyon hasznos fegyver, támadásokra, csípásoknál, igazából akármilyen támadásra, amikor be kell törni valahova, és le kell zúzni az ellenfelet, egy elengedhetetlen másodlagos fegyver a shorty. Hogyha olyan típusú játékos vagy, aki szeret betörni helyekre, kitisztítani helyeket, egy aktív játékos vagy, aki nyomul, úgy gondolom, hogy a shorty az egy nagyon-nagyon hasznos fegyver lehet számodra, nem beszélve ugye arról, hogy hát ez egy shoti, hát ez zúz, no zumba, effektív, tehát fogod magad, betörsz egy helyre, ha három ember van ilyen távolságban, azok meghalnak egy lövésre. És a shorty ezért nagyon jó. Újra töltés macera, de a shorty az egyik legjobb másodlagos fegyver arra, hogy kitisztítsuk a terepeket. Ennyi lett volna. Ezek az én kedvenc másodlagos fegyvereim, de mint mondtam, én nagyon le vagyok ragadva a Desert Eagle-nél, a hangja, a stílusa és a kényelmes célzás miatt, mert számomra azon a bizonyos csatatéren ez az a fegyver, amit a legtöbbször használok. Szóval látjátok, Deagle, 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 és itt változik egy P226-ra. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a fegyver, amivel úgy éreztem mindig is, hogy a legkényelmesebben lehet veled. Itt szelünk szétszedni betonoszlopot, na. Szóval ez az a fegyver, úgy gondolom, hogy a legkényelmesebben lehet lőni, aprítani, erős. Ha baj van, akkor nagyon-nagyon sokszor kihúzok a szarval, és ezt egyre többször láthatjátok videóimon, azt hiszem. Mert ez az a fegyver, amivel nyugodtan rábízom magam, hogy úgy mondjam, hogy tökéletesen befejező fegyver, és hogyha szorult helyzetben vagyok, nem fogok arra törekedni, hogy újra töltsek, hanem arra törekszem, hogy helyből elővegyem a fegyvert, mert eddig én mindig, és a legtöbbször még mindig megtalálom az optimális időt arra, hogy mikor töltsek újra. Na most, köszönöm a figyelmet, remélem valami hasznosat tudtam elárulni, sziasztok!